Vietnámban alig 100 magyar él és dolgozik, viszont az utóbbi években egyre többen döntöttek úgy, hogy ide költöznek. Most 3 magyar fiatalt mutatunk be, akik úgy döntöttek, hogy itt Ho Chi Minh Cityben, azaz az egykori Saigonban próbálnak szerencsét. Most az ő történetük következik. Rózsa Zsuzsanna üzletvezető menedzser, párjával 2 éve költözött Vietnámba. Az egykori Saigon legelitebb éttermeiből és bárjaiból vezet egyszerre egy időben 3-at. Napi 10-12 órát dolgozik, és egy héten csak 1 szabad napot kap. A fizetése viszont európai szinten is igen magas. Többszörösét keresi, mintha ugyanezt a munkát itthon végezné. Azt mondta, amikor megérkezett Ázsiába, először teljesen megrémült. Eléggé sokkos volt, mivel Barcelonában éltem előtte, ezért elég nagyok voltak az elvárásaim a következő célponttal kapcsolatban, és megkérdeztem jó párszor magamtól, hogy mit is keresek én itt, de egy pár nap kellett ahhoz, hogy lássam, hogy tényleg érdemes ide eljönni, nagyon sokat lehet tanulni a szituációkból, nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy mind mi magyarok eléggé pessimista típusúak vagyunk, és amikor itt szétnézel, akkor látod, hogy igazság szerint nincs is semmi problémánk az életben. Úgyhogy ez ki is nyitotta a szememet valamilyen szempontból, hogy azért lehetne rosszabb is. Amit kiemelnék, az a kulturális különbség. Amíg Európában azért valamilyen szinten különbözünk, mégis hasonlítunk, itt Vietnámban ez nincs. Itt a magyar az magyar, az ázsiai az ázsiai, és ezt kell igazság szerint tiszteletben is tartani, elfogadni, és ehhez viszonyítani azt, hogy mit szeretnél kezdeni magaddal a jövőben. Vietnámból rengetegen tanultak magyarországi egyetemeken, sokszor meglátogatják Zsuzsát az étteremben, mert úgy gondolják, hogy egy kis Magyarországot hozott az egykori Saigonba. Sokan például, akik régen Magyarországon tanultak, vietnámiak, amikor meghallják, hogy ezen a helyen van egy magyar menedzser, egy magyarul beszélő ember, szinte azonnal bejönnek, rengeteg élményt, rengeteg régi emléket ilyenkor elmesélnek, és tényleg úgymond összeverődik a társaság pont ez alkalmával, mert nagyon szerettek otthon lenni Magyarországon. Valahogy inkább azt kapjuk vissza itt magyarok, amit ők kaptak, amikor annó Magyarországra mentek. Szerintem mindenhol ugyanolyan sikeresek vagyunk, hogy pont azáltal, hogy tudjuk, hogy mit akarunk elérni. És szerintem ez számít a leginkább. A magyar az nagyon, nagyon szeretne több és több lenni, és tanulni, és ennyi, hogy Vietnám ilyen szempontból nagyon nyitott, és nagyon is szüksége van arra, hogy ilyen emberek legyenek ezen a helyen is. És valahogy így megtalálod, rövid időn belül megtalálod az utat, viszont hogyha nem, akkor nem érdemes maradni, mert szenvedés lesz. Vietnámban körülbelül 90 millióan laknak, az ország politikai berendezkedése kommunista pártállam, azaz szocialista köztársaság. A gazdasági növekedés ennek ellenére hihetetlenül nagy, az utóbbi 15 évben átlagosan évente 6-8% között volt. A lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozik, de az utóbbi években a külkereskedelem is egyre jobban növekedett Vietnámban. A legnagyobb exportpartnerei az Egyesült Államok, Japán, Kína, Dél-Korea és Szingapúr. Elemzők szerint Vietnámnak a szocialista államformához képest egyre jobban sikerült megvalósítani a piacgazdaságot. Ezért is lehet az, hogy egyre több külföldi gondolja úgy, hogy Vietnámba költözik, és itt próbál szerencsét, köztük a magyarok is. Molnár Csaba 7 éve érkezett Vietnámba, angol tanárként kezdte, most pedig profi fotósként is dolgozik. Azt mesélte, hogy az elmúlt években megvalósíthatta az álmait, ezért szeret Ho Chi Minh városban lakni és dolgozni. Azt mondta, csalódott az otthoni politikában, és ez is közrejátszott abban, hogy elhagyja Magyarországot. Én 8 évvel ezelőtt jöttem el, tehát az elég korai lelécelés, de hát már akkor lehetett látni, hogy mi lesz. Tehát nekem nem volt szimpatikus a jobboldali retorika, a nacionalizmus, és be is jött. Tehát, hogy az oktatás elpusztítása, a művészetek megszállása. Na most az van Vietnámmal, hogy itt is a művészetek nagy része állami és kics, mint Kínában, mint Tájföldön, de itt, ami zajlik, az a nyugati nyitás. Tehát ők a vietnámiak
szeretik a külföldieket. Molnár Csaba arról is beszélt, hogy anyagilag is sokkal jobban megbecsülik, mint Magyarországon, de a legfontosabb számára, hogy azzal foglalkozhat, amivel mindig is szeretett volna. 2 évvel ezelőtt megnyílt egy hely. Jó dolgok történtek jó időben, és elkezdett formálódni egy közösség, egy ilyen művészi zenészekből, videósokból, táncosokból álló közösség, graffiti művészek, street art összes, és én vagyok a fotósuk. Van egy ilyen lehetőségek országa feeling, olyan, mint amilyen Magyarország lehetett a rendszerváltáskor, tehát 80-90-es évek eleje. Tehát valami van a levegőben, ami így pozitív és optimista. Tudod, hogy a vietnámiak egy optimista nép. És ez nagyon-nagyon fontos. Ez a szöges ellentéte annak, amit Magyarországon tapasztalok. Tehát, hogy így mondom, ott folytogató a légkör per pillanat. Nagyon sok ismerősöm tervezi, hogy eljön. Videográfus, táncos, van egy ismerősöm, aki színházat csinál, és szenvednek, nehéz. Itt megsüt a nap. Szőke Csaba saját ötletet dolgozott ki és valósított meg Vietnámban. Magyarországon ügyvédként dolgozott és több mint 8000 kilométert utazott kelet felé azért, hogy megvalósíthassa saját álmait. Egy különleges angol oktatási módszer dolgozott ki a vietnámiak részére. Nem volt könnyű. Az első 2 hétet emlékszem, hogy nagyon végig szenvedtem, mert azt sem tudtam, hogy mit lehet enni. Tehát egészen apró technikai dolgokra is gondolni kell, hogy mi mennyibe kerül. Mi hol van, hogyan jutok el egyik helyről a másikra, a forgalom. Maga például a gyaloglás egy nagyon macerás dolog itt Vietnámban, mert meleg van, pillanatok alatt leizzad az ember, tehát más, nagyon sok minden más. Azt vettem észre az angol tanítás során, hogy nagyon nehezen tudnak megtanulni, beszélni angolul a diákok, annak ellenére, hogy több évig tanultak már, és ezen próbálok segíteni azáltal, hogy kidolgoztam egy rendszert, ami kifejezetten vietnámiakat tanít angolul beszélni tulajdonképpen. Tehát egy kiejtésfejlesztő, egy angol kiejtésfejlesztő program. Szerintem a magyarok nagyon jó túlélők. A jéghátán is megél, megtalálja azokat a lehetőségeket, amit az ottaniak, a helyiek nem. A probléma megoldási képességük a magyaroknak szerintem nagyon jó. Azoknak, akik veszik a bátorságot és kockáztatnak, és külföldre mennek, azok már maga az a tény, hogy kimész külföldre, és szerencsét próbálsz, már az egy olyan fokú magabiztosságot feltételez, ami szükséges ahhoz, hogy megáld a helyed külföldön is. Győri Sándort már korábban bemutattuk itt az ATV-n, újságíró, a Népszabadság publicistája. A 70-es években a magyar békefenntartókkal érkezett ide, és dolgozott több éven keresztül az egykori Szájgonban. Azt mondja, nem csodálkozik azon, hogy egyre több magyar gondolja úgy, hogy Vietnámba szeretne költözni. Számomra meghökkentő, hogy Vietnám földjén is mindent egybevette, valószínűleg 100-100-nál több magyar dolgozik, akinek az elsőprő többsége itt Ho Chi Minh városban tevékenykedik. Ami nekem egy fájó pont, azt tényként rögzítenünk kell, hogy nem a tehetségtelen, nem a buta, nem a nyelvet nem tudó ember hagyja el az országot, hanem az, akiben van erő, bátorság, találékonyság és nyelvtudás. Aki a kockázatot képes és tudja vállalni, ugye? Tehát ebből a szempontból biztosra veszem, hogy értékes emberek hagyják el országunkat. Itt egy magyar szakértelemmel egész biztos, hogy kiválóan lehet érvényesülni. A magyarok története azért tanulságos, mert még most is elég nehezen hihető el, hogy egy demokratikus, több pártrendszeren alapuló uniós országból, konkrétan Magyarországról, egy régi, szocialista hagyományokat ápoló, egypártrendszerű országba költöztek és csináltak karriert. Mindannyian azt mesélték, hogy egyre több magyar ismerősük és barátjuk érdeklődik, hogy ők is szívesen költöznének például Vietnámba.